Az idén 10. alkalommal megrendezett Fedorka sose volt versnap nyitó hangja Gyarmati Jászmin volt, aki a Magyarország című dallal kápráztatta el a közel 400 fős közönséget, ma Csizmazia Ferencné szervező és Csillagni Szántó Polixéna önkormányzati képviselő a Fedorka sose volt versnap fővédnöke mondott ünnepi beszédet. A vers szeretetének igen nagy szerepe van az életünkben. Kodály a zenéről mondta, hogy zene nélkül lehet élni, de nem érdemes. Úgy gondolom, hogy versek költészet nélkül is lehet élni, de nem érdemes. Csillagné Szántó Polixéna elmondta, hogy az alapítvány idén elnyerte a kiváló akkreditált tehetségpont címet, amit a Magyar Tehetségszövetség ítélt oda. A verseny célja, hogy lehetőséget nyújtson a találkozásra az ország és a határon túl élők átfogásával azon fiatalok és tanáraik számára, akik szeretik az irodalmat és a verseket. De a tehetséggondozáson túl szeretnék a fiatalokat bevonni a szervezési és a lebonyolítási munkálatokba is. S ha épp az árul el, kit életemmel fedeztem én, s ha tulajdon fiam tagad meg, s ha nem 30 ezüstért, de egy rongygarasért adnak el engem barátaim, s ha megcsal a reménység, s ha kudarcaim térdre kényszerítenek, és elátkozom már, hogy megszülettem, s ha csak a bosszút hízlalja a hála híveimben, akkor sem mondom, hogy nem érdemes. Körösi Róbert elmondta, hogy erre a versenyre egy Vihar Béla és egy Garai Gábor verssel készült. Azért is, mivel szerintem úgymond ez a mindennapokról is szólhat, és ugye ez a vers inkább a becsapásról szomorú témákat elevenít fel, és szerintem ez egy... Tehát ez egy olyan témájú vers, ami tényleg ilyen szomorú hangvételű, és ez engem nagyon megérintett. Azt is elmondta, hogy elsős kora óta jár versenyekre, évente 5-6 alkalommal is, de ezen a szavaló versenyen most vett részt először. Wigman Alfred, Radnóti és Nívó díjas rendező volt a zsűri egyik tagja, aki kiemelte a kortárs körtök fontosságát. Gyakorlatilag a világ és a magyar irodalom bármely verse szóba jött, amik szép, értékes és fontos üzenetet hordoz, illetve hát általában azokat a verseket választják a gyerekek, ami az ő szívüknek kedves, és hát az az ő korosztályuknak megfelelő ifjúsági attitűdet fogalmaz meg, vagy a szerelmet, vagy hát ezeket a nagy toposzokat, ami az emberi élethez tartozik. Itt most ugye a szabadon választott, az, mint azt jeleztük, ugye a pillanatnyi kedvenc vers, amivel hát itt vagy a tanulmányok során, vagy szülői behatásra, vagy egy jó pedagógus behatására választ ki, vagy hát ő megkap egy verseskönyvet karácsonyra, és olvassa, és azt mondja, ja, ezt én szeretem. Tehát így történik a kiválasztás, illetve azt ösztönzi a verseny, hogy kortárs költő legyen, hiszen nagyon fontos, hogy a kortárs költészet ott legyen a ajkainkon, a szívünkbe, mert hiszen ők, a kortársak felelnek a mai helyzetre. Tehát ugye a régi klasszikus költők fontos emberi pillanatokat fogalmaznak meg, ők pedig a ma életet ugye viszik át, sűrítik egy-egy versben, hiszen a versek maguk is sajátos sűrítmények, a megélt élet hát sajátos elrendezése és azoknak a pillanatai és hangulatait igyekszik egy-egy vers rögzíteni. És amikor a gyerekek ezt megtanulják, akkor ebben a világban egy sűrített, hogy mondjam, csak összpontosított gondolat mentén tudják megfogalmazni a világukat, illetve hát ami a legfontosabb, saját maguk. A kisebb versenyzők inkább kedves és vidám verseket választottak, míg a kamaszok szívesebben fordultak a komolyabb hangvételű költemények felé. Az idei megmérettetésre 87 településről 307 nevezés érkezett, ebből 117 gyerek jutott be az országos döntőbe.
A 117 versenyzőből 104-en érkeztek, illetve jeleztek vissza számunkra, hogy szívesen részt vesznek a döntőben, illetve nincsen semmiféle akadályuk. Úgyhogy nagy örömünkre szolgált, mert a regisztráció azt igazolja, hogy szinte mindannyian megérkeztek hozzánk. Ami még egy nagyon fontos információ, hogy az idei évben már határon túlról is, sőt, tavaly évben is már érkeztek hozzánk határon túlról is jelentkezések. Ugye akkor a pandémia eltörölte annak a lehetőségét, hogy ők ellátogathassanak hozzánk. Ma azonban megérkezett a kolozsvári versenyző. Is, illetve felvidékről is jöttek hozzánk. Négy korcsoportban zajlottak a versmondások. Hát igyekeztünk arányosan meghívni a vendégeket, illetve hát a versenyzőket. Így a legkisebb korcsoportban, tehát a Fedorka első korcsoportban 36-an jutottak az országos döntőbe, de oda talán 70-en vagy 80-an is neveztek. Aztán a Fedorka 2-es korcsoportba 19 versenyzőt hívtunk meg, a Sose volt 1-es korcsoportba hívtunk meg 24-et, ha jól emlékszem, és 26-an kerültek be a legnagyobbak közül. Ugye ez azt jelenti, hogy 7 éves korosztálytól egészen 18 éves korosztályig versenyeznek ma a gyerekek. Minden gyereknek joga van ahhoz, hogy kiteljesítse a lehetőségeinek maximumát, hiszen a tudás bennük van. A mi feladatunk a rejtett kincsek feltárása. Ennek a mottónak az alapján indult útnak 10 évvel ezelőtt, 2011-ben a Fedorka Sose volt versnap országos népszerűsége. Csizmazia Ferencné elmondta, hogy az elmúlt 10 év bizonyíték arra, hogy sok fiatal van, akik évről évre visszajárnak és viszik a rendezvény hírét szerte az országban. Valamennyi versenyző minősítő oklevélben részesült, emellett a szombati nap emlékére kaptak könyvekkel és édességet teli ajándékcsomagot is.